mindegyiknek van egy ilyen csiszoltabb része. Kibontva a bazalt kockák, amik a 70-es évek óta díszítették a Prometheus Parkot, ezeket speciális sorrendben rakják majd vissza a szakemberek a hétfőn induló munkálatok során. Pénteken a Zöldváros projekt utolsó, negyedik munkaterületének átadása is megtörtént, a jövő hét első napján pedig gőzerővel kezdenek dolgozni a munkások. Bontási munkálatokkal fogunk kezdeni, arra kell számítani, hogy a bontási munkálatokkal érintett munkaterületeken belüli munkarészeket le fogjuk zárni. Ez az ott lakóknak, üzleteknek, üzlethelyiségeknek, irodáknak korlátozást egyelőre még semmit nem fog jelenteni. Ami korlátozásról jövő héten kell beszéljünk, hogy a Prometheus és a Babits Mihály művelődési ház közötti parkolósávot az szintén az építési munkaterület részeként le fogjuk zárni, ezt nem fogják tudni használni. Továbbá a Kiskorzó és az Osan bejárata melletti részen 4 darab parkolóhelyet fogunk megszüntetni a munkavégzés alatt. Jövő héten további korlátozásokra még nem kell számítani. Így néznek majd ki a terek, miután átadták a fejlesztés sorozatot. A beruházások a teljes belvárost érintik, és mindössze 4,5 hónap áll a szakemberek rendelkezésére. Türelmet kérünk a lakóktól, közlekedőktől, a buszok tudnak közlekedni, tehát a buszközlekedés ezt nem fogja akadályozni, kisebb zavarok lesznek mindenben. Erre készüljenek, és nagyon szeretnénk, hogyha nem bukna bele a kivitelező ebbe a projektbe, tehát mindenképp az egy évre tervezett munkát 4 hónapra tudta vállalni, és ennyi időnk van, nincs több. 2017 óta megy ez a projekt, és húzódik, úgyhogy az utolsó pillanatban sikerült ezt a kezdést megvalósítanunk, és szeretnénk, hogy ez sikerülne. A munkálatok párhuzamosan zajlanak majd a zeneiskola és a járásbíróság területén, a Prometheus Park és a múzeum környékén, valamint a Kölcsey Ferenc utcában. A város vezetői azt kérik a kivitelezőtől, hogy a környéken élők és dolgozók mindennapjait a fejlesztések a lehető legkisebb mértékben befolyásolják. Igyekeztünk úgy megoldani, hogy az üzletek, hivatalok és a lakásoknak a megközelítése az rendben legyen, mindenki tudja élni a megszokott életét. Hát természetesen biztos, hogy lesznek előre a legnagyobb gondossággal való előkészületek és felkészülés mellett olyan dolgok, amik menet közben fognak kiderülni, de arra is megvan a megfelelő hírláncunk. A hivatal szakemberei ugyanis a médián keresztül folyamatosan beszámolnak majd a munkálatokról, emellett pedig online és telefonon is elérhető forródrótot hoztak létre a helyiek tájékoztatása érdekében. Van egy zöldvároskukac.szexárd.hu e-mail címünk, amire, hogyha bárki, akit érdekel egyébként maga ennek a projektnek a folyamata, illetve az azzal kapcsolatos információk, hogyha ide elküldi az e-mail címét, akkor innen minimum hetente, de egyébként ahogy a projektnek az előrehaladása indokolja, információkat adunk ki, és úgymond közvetlenül tudnak értesülni a legfrissebb hírekről. Emellett telefonos információ is kérhető a hivatal egy munkatársától. A fejlesztések várhatóan őszre készülnek el.